a beoltott turisták előtt megnyitja kapuit Ciprus. Május 10-től nem lesz szükségük negatív Covid-tesztre a beutazáshoz, és karanténba sem kell vonulniuk azoknak, akik megkapták mindkét adagot a koronavírus elleni vakcinából. Ciprus 65 országból fogadja majd a turistákat, az uniós tagállamokon kívül például Egyiptomból, az Egyesült Arab Emírségekből vagy Örményországból is. Az idegenforgalmi miniszter szerint ez a lépés segíthet a turizmustól függő sziget gazdaságának újraélesztésében. Közben Cipruson hétfőtől május 9-ig újabb zárlatot jelentettek be, mivel az utóbbi hónapban megugrott a fertőzések száma. A hajnali ötik tartó kiárási tilalom kezdetét este 11 óráról előre hozták 9-re. Akiknek nincs munkahelyi igazolásuk, azok csak naponta egyszer hagyhatják el otthonukat. A korlátozások alól az ortodox húsvéti Michelle lesz kivétel, amelyen korlátozott számmal részt vehetnek majd a hívek. A járvány kezdete után 870 ezer fős szigeten több mint 62 ezeren kapták el a vírust, és 298-an haltak meg annak szövődményeiben a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.